Üdvözlök minden tisztelt megjelentett, Kanizsai Tamás vagyok, itt lakok Pécsen, és a zen meditációval már egy ideje ismerkedek, egymást gyűrjük, és próbáljuk egymást emészteni. Itt a bevezetővel kapcsolatban sokat gondolkodtam, hogy mi az, amit én egy ekkora hallgatóságnak átadhatok, és mi az, amit talán egy picit meg tudnak fontolni, illetve mindegy egy útravaló csomagot talán tovább tudom magukkal vinni. És arra gondoltam, hogy a legegyszerűbb az lenne, hogyha az önismeretről beszélnék, jobbára a magam önismeretéről, ez egy nagyon fontos dolog. Hogyha a klasszikusokat kéne szó szerint idéznem, akkor a szenvedésünknek a nagysága, ugye az az önvalónk és az önismeretünk közötti távolságnak a nagysága. Tehát minél inkább képzelünk valamiről valamit, vagy magunkról valamit, és ez valójában nem fedi a valóságot, ez az illúzió annál nagyobb, és a szenvedésünk ennél egyenes arányban növekszik. A történelmi Buddha sok tanítást adott, többek között 84 ezer tanítást, és ennek első négy alaptanítása, amit a megvilágosodását követően a nagy közönség elé tárt, ból az egyik pont az a szenvedés, amit páli nyelven dukkának mondanak, viszont a fordításban egy kicsit áthallás van, mert ez nem szenvedést, hanem kiegyenlítetlenséget jelent a szószoros értelmében. Itt nyugaton fordítjuk ezt szenvedésnek. Ugye valójában itt arról van szó, hogy miközben élünk, megszületünk és nevelkedünk, különböző csomagot hozunk a családunktól, a barátainktól, az iskolánktól, illetve a felnőtt életünkből, a párkapcsolatunkból, és nagyon nehezen jövünk arra rá, hogy valójában valamiért nem teljes az életünk. De nem tudjuk megfogalmazni, miért nem teljes az életünk. És járjuk azt a mókuskereket, vagy hogyha a hollywoodi filmcsapat nézik ezt a Matrixot, és folyamatosan azt érezzük, hogy valami nem helyes. Hogyha leginkább ezt magamnak kell megfogalmaznom, én ezzel úgy kerültem kapcsolatba, hogy arra jöttem rá, hogy nem tudok magamnak tovább hazudni. Én kitaláltam azt magamnak, hogy a Magyarország egyik legjobb földmérője leszek. Rengeteg energiát ebbe belefektettem. Olyan magasságba eljutottam, hogy éjjel-nappal dolgoztam és kávén meg cigarettán éltem. Ennek az lett a végeredménye, hogy 54 kilósan egy gerinc műtét után otthon összevarva azon gondolkodtam, hogy merre visz az én utam tovább. Mi az, amit én még ebben az életben megtehetek úgy, hogy egy ágyhoz vagyok láncolva, és bármennyire is azt gondoltam, hogy én egy erős és sportos fiatalember vagyok, valójában semmi nem volt igaz, a fiatalember még talán. És ezt követően az utam, és sok barátomnak az útját is látom ebből a szempontból, abban az irányba kezdett el menni, hogy valamilyen szélsőséges sportágat elkezdtünk választani és űzni. És ebben a sportágban is elértem elég szép eredményeket, de soha nem volt elég. És ez volt a furcsa az egészben, hogy amikor megvolt egy szint, akkor miért nem elég? Miért nem elég az, hogy bárhova el tudok futni? Vagy miért nem volt nekem az elég, hogy napokig kint voltam egy erdőben, egy különböző kiválasztott tréningen, és ott embereket cipeltem ide-oda-amoda, és egész nap nem ettem. Hogy ez miért elég? Vagy miért nem elég? És amikor ez megvan, utána mi következik? Én úgy tudom ezt átfogalmazni, mint egy hegymászó. Hogyha megvan az egyik csúcs, akkor mi motivál a következőre? És ez addig folytatódott fel, amíg egy barátnak a beszélgetésével kapcsolatban rá kellett arra jönnöm, hogy valójában az életem az eddig a saját illúziómnak a kergetése volt. Mert én valójában nem az az ember vagyok, akinek gondolom magamat. Nem a Magyarország legjobb földmérője, bár szakmailag elég nagy sikereket elértem, és önálló is nagy sikereket, de valójában nem az az ember vagyok. Hát ez egy elég nagy önismereti válságot okozott nekem, egy hatalmas krízisbe kerültem, és akkor itt voltak hatalmas egy hullámvölgyek és hullámhegyek is. Nyilvánvalóan az ember a hullámnak a tetején szokott nagyon mosolyogni, és mindent jól tud érzékelni, és azt gondolja, megváltotta a világot, majd a hullámnak az alsó részén pedig nem igazán azt tudja megélni, mint pár perce vagy pár héttel korábban. Az egyik barátom szokta azt mondani, ez kicsit vulgáris a kifejezés, de azt mondta, hogy az élet az egy olyan gép, ami megrág minket és kiköp, de sajnos nem mindig azon az oldalon távozunk, ahol mi azt szeretnénk. És ez egy elég nagy konklúzió volt a számomra. Már csak azért is, mert ez az illúzió, amiben én éltem, és nyilvánvalóan a sok egyéb más kollégám, barátom és embertársam van ebben a dologban. Ez odáig vitt az én életemet, hogy nekem egy picit ilyen militári volt a beállítottságom, és én külföldre szerettem volna menni ebbe az iparágba dolgozni.
és még talán az utolsó pillanatban gondoltam azt, hogy nem biztos, hogy ez az utam. Hát mindenki legnagyobb döbbenetére beiratkoztam egy buddhista főiskolára. És az egyik illúzió, ami az volt, hogy ugye most székeken ülünk, és ott nem volt szék. És ez egy fájdalmas dolog volt nekem, hogy nem volt szék, mert amikor azt gondolja az ember, hogy elért valamit a sportban, és elért valamit a szakmájában, és bemegy egy terembe, ahol meg van fosztva egy széktől, hát irgalmatlan mélységet lehet ott megélni. És ezek a pontok is egyre jobban erősítették bennem azt, hogy valami nincs rendben. Ekkor ismerkedtem meg egyébként a meditációval, és nagyon furcsa az, amikor az ember próbál meditálni. És ugye kényszeresen próbál én meditálni, akkor én most meditálni fogok, és akkor elkezdenek fúrni a szomszédba, hogyha panelben lakunk, akkor halljuk, hogy hogy húzzák le a WC-t, és egyéb más az élettel evel együtt járó hangokat is meghallunk. És ezzel a meditációval sokáig birkóztam, hogy hogyan lehetne ezt úgy megvalósítani, hogy ez a meditáció, amit az ember próbál izoláltan megfogalmazni magában, és mindig próbál valahova elhúzódni, valahova visszavonulni, ez működjön a hétköznapokban is. Hogyan lehet ezt megtenni? Miért van értelme a meditációnak? És azzal kapcsolatban, hogy én elkezdtem ezen a, mondjuk azt, hogy buddhista úton járni, mert ugye mindig felteszik a kérdés, hogy ki a buddhista. És akkor mindenki elkezd mindenféle magyarázatot mondani, hatalmas egy körbeszélgetésben, de hát a buddhista az, aki annak vallja magát. Most, hogyha én úton járónak vallom magamat, akkor, és a buddhizmusnak, mint filozófiának az alapelveivel értek egyet, vagy tapasztalom meg, hogy a Buddhának volt egy kijelentése, semmit ne higgyél nekem, amíg meg nem tapasztalod. Tehát ez teljesen jól működik különben, ahogy egyre többet tapasztalunk, elkezdjük azokat a tanításokat igaznak vélni. Nagyon fontos, hogy ne tudjunk velük azonosulni, mert az egy külön következő csapda. És én sok embernek segítettem korábban, folytatva itt a gondolatmenetet. A buddhizmusra való találkozásom után ez abban teljesített ki, hogy elkezdtem felajánlásokat tenni, amit soha előtte nem. Tehát én mindig azoknak az embereknek segítettem, akiket ismertem. Akiket nem ismertem, azoknak meg nem. Ez teljesen egyszerű volt a részemről. Aztán, hogy ismerkedtem meg ugye a zennel, én voltam egy másik hagyományvonalban is, több hagyományvonalban kipróbáltam magamat, nagyon szép tanításokat hallottam, nagyon szép kolostorokba jártam, és kezdtem azt érezni, hogy úton vagyok. Nagyon sok ember segített nekem egyébként abban, hogy ezeket a tanításokat én meg tudjam érteni, és tudjam a saját életemben pozitívan használni, és egy előremutató változást tudjak ezzel elérni. Olyan, mint amikor futunk, vagy sétálunk, és hogy a bal lábunk megy a jobb után, és csak tesszük a lábunkat, és tesszük, és nem azt kezdjük el kérdezni, hogy ez most miért van, hanem tesszük. És előbb-utóbb oda fogunk érni a célunkhoz. Nekem az az érzésem és az a tapasztalatom. Ugye mivel földméréssel foglalkozok, így alapvetően mi térképeket készítünk, a valóságot térképezzük a lehetőséghez képest problémamentesen. És ehhez hozzátartozott az is, hogy az én látásmódom az ugyanúgy bekerüljön, hogy a saját életemet állítom pellengérre, akkor ott se semmilyen megalkuvásnak nem tehetem ki magamat. És az egyik videó, tehát gondolom itt sokan látták a Csongán Szunyinnak több videóját is, és pallérkozottak rajta és nevekedtek rajta. Én is az egyik videót meglátva írtam egy e-mailt, hogy kihallottam az egyik beszélgetésből egy építésügyi problémát, és mivel én földmérő vagyok, így nagyjából tudom, hogy ez hogyan megy, és felajánlottam a segítségemet. És hát ez odáig fajult, hogyha lehet a fajultat idézélbe tenni, hogy miután többfajta építkezés, beruházás készült Esztergomba egy csodálatos környezetben, és elmentem több elvonulásra. És amit ott tapasztaltam, az az volt, és a legnagyobb tapasztalat az, hogy mindenki valamiért megy, és visz egy csomagot, amire egy gyógyírt próbál találni. És pont az ilyen helyen, ahol ilyen sok ember jár, igenis érdemes segíteni. Hogyha elmenne a hang, a kisfiamat bemutatom mindannyiótoknak, hát ő... Így többen jöttünk a családból, hogy tudjuk itt a hangulatot emelni egy kicsit. Csodálatos úgy segíteni embereknek, hogy valójában mindannyian egy pici pont vagyunk ebben a hatalmas nagy homokgépezetben. És miután ott vagyunk egy elvonuláson, és amikor azt gondoljuk, hogy a saját problémánk a legnagyobb, és mindenki ezzel így van, és talán egy picit helyes is, de miután van egy elvonulás, ahol több napon keresztül egy meghatározott rendszerint él az ember, és ebben az a jó, hogy kizárja teljes mértékben azt a külvilágot, ami szenvedtett minket, és ebbe beletartozik az internettől kezdve a televízión át minden. És ennek az elvonulásnak, vagy nevezzük azt, hogy felüdülésnek, vagy tábornak a végén velem szemben egy ismeretlen ember is elmondja a fájdalmát, és én ott ülök abban a pillanatban, és arra gondolok, hogy mennyire jó, hogy én annak idén ezt a levelet megírtam, és mennyire jó, hogy ezek a
ezek az építkezések és beruházások, ezek ott vannak. És azért, mert minél több ember oda el fog tudni jönni. És hogyha én annyit tudok hozzátenni, hogy szakmailag, amit korábban megfogalmaztam magamban, hogy Magyarország legjobb földmérője leszek, nyilván nem tudok lenni, mert sokan vagyunk, de ez egy jó cél volt, azt most tudtam abban is kamatoztatni többek között, hogy szakmailag tudok egy olyan támogatást adni ennek a beruházásnak, amit tényleg minden egyes érző lénynek a szenvedéstől való megszabadulását fogja szolgálni. Szerintem ez egy csodálatos dolog. Azt is fontosnak tartom itt elmondani, hogy nyilván miután én felajánlottam a segítségemet, engem se hagyott hidegen a dolog, mert sok beszélgetés után én mindig tartózkodtam attól, hogy most nehogy már én menjek el a saját egómmal és üljek le, és mi fog ott majd történni? Ez kizár dolog, hogy én ott fogok ülni, és kizár dolog, hogy én azokat a szabályokat idézőjelben fogom betartani, ami ahhoz szükséges, hogy azt a zakatolást, ami mindannyiunk fejében megvan, egy picit lejjebb tudjuk vinni, és ezt a hangerőt egy picit lejjebb tudjuk tekerni azért, hogy miután mi eljövünk ebből az izolált környezetből, akkor fel tudjuk tenni magunknak azt a kérdést, hogy mi az igazság, amikor ott voltunk, és minden csendben volt, vagy amikor visszamegyünk a való életünkben, és ugyanúgy jönnek a telefonok, az e-mailek és a családtagok, melyik az igazság benne? Hát valójában egyik se. A buddhizmus mindig azt fogalmazza meg, hogy ezt a középút hagyományát próbálják ugye igazából terjeszteni, mert azt szolgálja legjobban az embernek azt a típusú fejlődését, amiben felismeri saját hibáit, és ezeknek a megtapasztalásainak során tudja a többi embertársait arra sarkalni, hogy segítsük egymást. Mert hogyha segítjük egymást, akkor igazából azokat a célokat tudjuk elérni, amiket önállóan soha nem tudnánk elérni. És pontosan azért nem, mert sajnos vannak olyan szűrőink, amikben felcímkézünk embereket, és felcímkézünk helyzeteket, amikor azt gondoljuk, hogy most az a velem szemben jövő embernek az arckifejezése nem tetszik, és idegesít, és biztos, hogy egy bunkó lenne. Aztán közben rájövünk egy beszélgetés során, hogy nem az, hanem sőt, nagyon sokat tud nekünk segíteni abban, hogy a saját útjunkat járjuk. És igen, most azt nem, hogy kihúzod. Hogy ez mennyire fontos, és ez az út, ez odáig vezet el minket. Hello, Marcikám, integessél a többieknek. Így. Sziasztok. Hello. Ide visszalaklak téged. Jó. Bocsánat. Amit még hozzá szeretnék ehhez tenni, ugye, hogy ahhoz, hogy tudjunk másnak segíteni, alapvetően önmagunk ismeretével kell tökéletesen tisztában lennünk. Nyilván ez egy út. Ez egy olyan út, aminek időben valójában nem lehet mérni az eredményét. Marcika. Apa most nagyon sztoriban van is. Köszönöm. Igen. Szóval, mert hogy az önismeret, én azt tapasztaltam meg, hogy az önmagunknak a teljes megélése. És hogyha önmagunkat teljesen meg tudjuk élni, és látjuk saját hibáinkat, akkor tudunk a másik embernek segíteni, és ez a fontos az egészben, én azt gondolom, mert lehet bármennyi pénzünk, és bármennyi barátunk, valójában a kettő dologban van nagyon kevés itt a világon nekünk, ami megadatott, az egyik az idő, a másik pedig az egészség. Na most, ha ez a kettőből hiány vagyunk, akkor, és nincs önismeretünk, akkor valószínűleg tévegünk, de ha ezen az úton járunk, és megpróbáljuk ezt minél szélesebb és magasabb szintre emelni, akkor nagyon sok embernek tudunk segíteni azáltal, hogy például megmutatunk egy meditációs technikát, mert hogy nagyon sokan félnek attól, hogy meditáljon, meditálniuk kellene, és nagyon sokan mondták nekem azt, hogy ők nem mernek, mert hogy ő nem tud, ő leül és elalszik, és nagyon sok tévhit van az a kapcsolatban, hogy hogyan lehet, vagy hogyan érdemes meditálni. Nagyon sokféle fajta hagyományvonal van a buddhizmuson belül is, amiben gyakorlatilag az embert megtanítják meditálni, és a meditáláson keresztül a saját önismereteket tudják fejleszteni, ugyanis azt a zajt, ami a tudatban benne van, és ez a zaj, amely felcímkézi az adott helyzetet, és megítél másokat, megítél embereket, azt nagy mértékben le tudjuk csökkenteni. És rájövünk egyébként arra, hogy ugyanolyanok vagyunk, függetlenül attól, hogy vagyunk felöltözve, fizikailag hogyan vagyunk kondicionálva, férfiak vagy nők vagyunk, és ez teljesen mindegy különben. Hát egy nagy dolog van egyébként ebben, hogy merni kell leülni. Merni kell leülni, és merni kell meditálni. Ha egy picit visszakanyarodok magamhoz,
Nekem nagyon sok mindenben segített az, hogy egy beszélgetésnek a végén tettem fel magamnak azt a kijelentést, hogy nem hazudhatok magamnak tovább. És ez valójában az én életemben sok mindenre igaz volt. Sokszor nem tudtam nemet mondani, sokszor igent mondtam arra, amire nem kellett volna. Belementem olyan helyzetekbe és kapcsolatokba, amiben nem kellett volna. Pedig belülről jött az a pici hang, hogy figyelj, ezt ne csináld. Ne csináld, mert lehet, hogy pofára fogsz esni. És hát aztán sikerült, jó pár szó, sikerült megjárni a hullámnak a tetejét és az alját is. Nyilvánvalóan, amikor a tetejéről esünk lefele az aljára, az általában hirtelen szokott bekövetkezés elég fájdalmas tud lenni. Azért nagyon nem húznám itt az időt. Záró mondatokként annyit tudnék mondani, vagy ezt az ívet lezárni, hogy mindenkit arra buzdítanék, hogy az önismeretet azt a hétköznapokban is próbálja azon a szinten gyakorolni, egy meditáció keretében, egy elcsendesedéssel, és ami még érdekes, és most ez így eszembe jutott, hogy az emberek többsége fél attól a szótól, hogy gyakorolni, mert akkor az valamiféle elköteleződés jelent, hogy nekem most kell, és pedig nem kell. Nem kell, hanem egyszerűen csak leül az ember és elcsendesedik, és lehet, hogy ez csak 5 percig fog tartani, de az is lehet, hogy fél óráig fog tartani, viszont az életminőségben bekövetkező változásoknak hát elég nagy íve lesz különben. Elég nagy íve lesz, mert az a nyugalom, ami egyébként nincs meg a hétköznapokban, az iszonyú mértékben meg tud erősödni. És bárki, bármilyen külső behatás, ami a héten történik velünk, vagy az évek alatt, a hónapok alatt történik velünk, vagy nagyon kismértékben tud minket megingatni, és visszatérünk ahhoz a középponthoz, amiben egyébként már az önismeret útján eljutottunk, vagy pedig kiselendülünk ebből. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ilyen sokan eljöttetek erre a dalmabeszédre. Köszönöm szépen még egyszer.